Bábel Balázs bácsi egészségügyi probléma miatt kórházba került nemrég, de már jobban van, és utókezelésre a Gyóni Zárdakert idősek otthonába vitték. Felesége és unokája társaságában fogadta a vendégeket. Már itt megvan minden, hisz a doktorok, hisz a... Az ápolók, minden. Az ápolók, annyira vigyáznak, érdekelnek az ember. Aztán a végén majdnem kiderül, hogy mind rokon. Csak sűrűt szalonnal nincs, igaz? Barázs bácsi, sűrűt szalonnal is. Sűrűt szalonnal is. Pedig otthon még azért, ha utána nézünk. Van sok. Majd azért még kiszabadulok innen, akkor mit mondtam. Csak azért megmutassam, hogy van a kalandás. Na, van ennek valami titka? Na hát, persze. A szalonnát egyenes pálcára teszik. Nem görbére, mert akkor biccent, és akkor mindig az űzre esik alá a nyír. Igen. Tehát azért mindig... Fontos, hogy egyenes legyen a pálca. Igen. Fontos, hogy egyenes legyen a pálca. Igen. Aztán... És mikor az ember söpögteti a... Zsírt? Zsírt a fején. Már akkor, ha nem forró, éheti is. Balázs bácsi meghívta a polgármester urat egy szalonna sütésre, hogy megmutassa, ő hogyan szokta elkészíteni. Valamikor jövő héten beszaladok, jó? Egy hosszabb beszélgetésre. Jó. Jó, és akkor ezt a, most a születésnapja miatt jöttünk. Jó. Ugye valójában tegnap volt, de papíron holnap lesz. A születésnap. Igen, így jó. Igaz? Igen. Mert 20-án született, de 22-én lett anyakönyvhez. Úgyhogy most a kettő között bejöttem, örülök, hogy találkoztunk. Aztán megnéztem a plébánál még két nappal később. Ott meg még két nappal később? Na hát akkor ezt többször lehet ünnepelni a születésnapot. Lehet, hát hosszú időben lehet, ugye a szelek vannak ilyen gyógyú, bölcsi szelek. Meg most esik az eső, nagyon. Lehet, tudom. Na, minden jót, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Isten áldja, jó egészség, ez minden jó. Köszönjük. Isten áldja Balázs bácsi. Csak nem, erősödjön meg minden. Nem tudom, hogy az új világ jelent rám, de nem sokat számítok. Jó lesz, jó lesz. Jó lesz az új világ. Minden jót kívánunk. Csókolom. Isten áldja. Köszönjük. Megért család. Itt van. Köszönjük.